Köszöntök mindenkit a csatornán! Elérkeztünk a Subnautica tutorial videósorozatának utolsó befejező epizódjához. Már csak néhány dolgot szeretnék nektek megmutatni. A többi az már inkább a story végigjátszásra tartozik, amiről én már készítettem ezen a csatornán egy teljes végigjátszásos videósorozatot. Azt tudom a figyelmetekbe ajánlani. Viszont amivel még nem foglalkoztunk eddig, azzal most foglalkozni fogunk. Elég sok mindent hagytam az utolsó epizódra, úgyhogy vágjunk is bele, mert sok dolgunk van. Először is kimegyünk az úszodába. És egy kicsit körülnézünk itt a környéken. És talán egy nem is említettem ebben a videósorozatban, de ott a fosógyárokon kívül, ugye amik úszkálnak a vízben ragadozók, azokat úgy hívják, hogy cserkészők. Cserkésző urak. És itt úszkálnak a vízben szanaszéjjel, kicsit körül kell nézni. És biztos vagyok benne, hogy fogunk találni néhány darabot belőle. Például ott vannak a cserkészők, látjátok, itt van egy darab példány belőle. Most ezek a cserkészők, mint látható, előszeretettel játszanak ezekkel a fém hulladékokkal. És mint olyan játék közben el-el hagyják a fogukat, hát magyarul ott hagyják játék közben a fogukat, és ezeket érdemes összeszedni, ugyanis egy bizonyos tárgynak a fejlesztéséhez szükségeltetik. A cserkésző fogat, tehát így játék közben, most itt is látható, lemegy a cserkész úr, igen. És általában ahova lemegy, ott szokta hagyni a fogát. Na itt is van például egy darab belőle. Így néz ki a cserkésző fog. Ebből egy darab most elég. Vissza is visszük a bázisra. És hogyha csináltok még egy fejlett kábelkészletet a fabrikátorra, és a cserkésző foggal összepárosítjátok, welcome aboard, Captain. Akkor tudtok olyan dolgot előállítani az alapanyagok között, hogy zománcozott üveg. Tehát egy cserkésző fog kell hozzá, és egy üveg. Hogyha ez megvan, akkor egyrészt megcsináljuk a zománcozott üveget, és hogyha ezt a zománcozott üveget összepárosítjuk a fejlett kábelkészlettel, akkor itt a száraz dokban, a száraz dok fabrikátorában elő tudtok állítani egy csikóhal modult, amit úgy hívnak, hogy csikóhal napkollektoros töltő. Ezt, hogyha előállítjátok, akkor napfény hatására visszatölti a csikóhal energiacelláját, ami szerintem egy baromi hasznos találmány. Úgyhogy ezt én azt javaslom, hogy mindenképpen fejlesztétek ki. És ezt szépen építsétek is be a csikóhalba. És innentől kezdve gyakorlatilag szinte soha büdös rohadt életben nem fog lemerülni a csikóhalatok. Ha csak nem vagytok lent a 1000 méter, vagy nem tudom mennyi, 900 méterig lehet lemenni maximum a csikóhallal, szóval nem mentek le 900 méter mélyre 2-3 napig, akkor szinte soha nem fog lemerülni a csikóhallatok így erős túlzással. Na ott van még egy szabad hely, berakjuk a csikóhall napkollektoros törzsdőjét, szuper! Ja, a csikóhallunk gyakorlatilag fúra van fejlesztve. Ha már itt vagyunk, beszállunk a csiklóhallba. Na ennek örömére akkor beszállunk a csiklóhalba. És megkeressük a központi korallcsövet. Amit már szerintem mindenki tud, hogy hol van. Ennyi idő után. Bízom benne. Többször már nem akarom elmondani ezt sem. Itt van a központi korallcső. És ugye ott az Aurora. Ehhez mértem. Induljatok el. Mindjárt csak meg kell kerülni ezt a korallzátonyt. Szóval egy kikerüljük. És induljatok el az iránytű szerint délnyugat, nyugati irányba. Inkább nyugat. Tehát kicsit a nyugatabb felé hajoljon az iránytű. És kezdjetek el merülni. Ide is már csak akkor menjetek, hogyha már legalább 300 méter mélyre le tudtok merülni a csikóhallal. És haladjatok kb. 800 métert. Itt állt ezen a dzsungelem, és itt már lehet is merülni. Nem kell túlzottan mélyre merülni, mert nem is tudtok egyelőre. Csak haladjatok, itt van egy roncs. Ezt is minden roncsot át lehet nézni, nem fogok minden roncsra egyébként kitérni. Nézzetek át az összes roncsot, amit csak találtok itt a környéken. Na és hogyha átmentek ezen a kb. 100 méter mély részem, akkor előbb-utóbb találni fogtok egy ilyen árkot.
látható, itt az árok, így néz ki. Itt föntebbről megmutatom. Na így néz ki. Egy hatalmas nagy árok, ide kell mennünk. Ebben az árokban találtok még olyan nyersanyagokat, amikre még a későbbiekben szükségetek is lehet. Úgyhogy lemegyünk az árokba és körülnézünk. Így néz ki. Egy klassz kis, itt vannak ezek a parabola antennás növények. És itt ne is nagyon menjetek sokkal messzebbre. Ugyanis ennek, ezek a növényeknek a gyökérzetéből, gyökérzetében, banben terem ez a bizonyos cucc, ami elég sok helyet foglal, úgyhogy jobb, hogyha üres inventory-val jöttök ide. Így néz ki ez a tojás, ami hivatalosan vérolaj néven fut. Nekem most egy is elég, de ti gyűjtsetek nyugodtan be belőle, hogyha tudtok. És ha már kifejlesztétek a csikóhalatokra a tároló edényt, abból is be lehet nyugodtan pakolni. Ja. És egy kicsit még lejjebb megyünk. Ugyanis 210-220 méter mélységben van egy újszerű gomba. Ez a mélytengeri gomba névre hajaz, ebből is érdemes begyűjteni párat. Mondjuk viszek egy hatot. Na, és akkor vissza a bázisra. Nos, a következőkben foglalkozni fogunk egy picikét a botanikával is, meg a gazdálkodással. Ugyanis lehet növényeket termeszteni, amik adott esetben ehetőek is, és adott esetben szükségesetetik. Nektek a későbbiekben először menjünk ki az udvarra. És itt az udvaron egy vízszintes helyen, mert ez fontos, egy alapvetően vízszintes helyen már elhelyeztem egy kültéri veteményest. És hogyha megvan ez a kültéri veteményes, akkor ide tudtok ültetni olyan növényeket, amelyek bírják a vizet és szeretik a vizet. Ilyen például, hogy más nem mondjak, a zselé növény, ami elég hasznos kis jószág, és elég nagy szükség is van rá, úgyhogy mi már szedtünk össze korábban zselé növényeket. Amit úgy lehet elültetni, hogy először is megnyomjátok az ültető használatát, belerakjátok a zselé növényt az áthelyezés gombbal, ott látható a jobb oldalon az ültetőnek a kapacitása, hogy mennyit lehet átrakni. Hát nekünk most 6 darabunk van jelen pillanatban. Átrakjuk mind a 6-ot. Szuper. És most, hogy így beleültettük, előveszitek a kést, és vágtok mindegyik növényből annyit, amennyit enged. 1, 2, 3-at enged egy darab. Jó, akkor levágjuk az összeset. Na, vágjad. Ja. Szuper! Na ebből a 6 darab zselé növényből most szedtünk magokat, vagy spórákat, nem is tudom mit. Spórákat, így van. Elég sok spóra jött belőle, és ezeket egytől egyig el lehet ültetni. És így szaporodnak ezek a növények. Tehát gyakorlatilag, hogyha mondjuk csináltok ebből a kültéri veteményesből mondjuk 3 darabot adott esetben, és ezeket a spórákat ültetitek, ebből a spórából szépen ki fog fejlődni a teljes zselé növény a későbbiekben. És így lehet egyre többet és többet gyártani belőle. Úgyhogy el is ültetjük ezeket. Hagy termesszük. És akkor szépen a spórákat, most nem a zselé növényt, hanem már a spórákat ültetjük bele, amennyit enged. Na, ime. És akkor ezek szépen elkezdenek majd. Itt láthatóak a kis csírák, a kis csírahajtások, a pici zselé növény, kezdemények, és ebben majd szépen rövid időn belül ki fog alakulni nagy egészséges zselé növényi. Oxygen. Ja. Welcome aboard, Captain. És ha már bejöttünk a bázisra, itt a bázison belül pedig egy beltéri veteményest is készítettem. Ezt most megmutatom nektek. Itt már csírázik, ugye ezt is a lebegő szigeten szedtem össze márvány dinnyé cuccot. És ezt is úgy tudjátok szaporítani, hogy ha nem, ugye ha éhesek vagytok, akkor le is szedhetitek a márvány dinnyét az erdő. Például a balegér gombbal egyet leszedtek. És akkor látható, hogy ez a márvány dinnye bizony étel szempontjából ehető. El is lehet fogyasztani. És eszünk egyet, biztosan fő az egészség. Viszont, hogyha a kést használjátok, és oda mentek közel hozzá, akkor egy vágással 4 darab elültethető márvány dinnye maghoz juttok. Amit ide szintén ugye végig lehet ültetni. Íme itt vannak a márvány dinnye magok, és használjuk akkor az ültetőt. Fejezzük át az összes magot, amennyit enged, ez már nem enged olyan sokat. 16
magot tudtok erőltetni, és ez szépen ki fog hajtani, és ehető tudsz lesz belőle hamarosan. Nos, és zárásképpen még foglalkoznék azzal, még elmondanám nektek, hogy hogyan lehetne egy kicsit egyszerűbben élelmiszerhez, vagy ennél is egyszerűbben élelmiszerhez, illetve vízhez jutni, hogy ne kelljen folyton fehérítőkkel például vacakolni, vagy pedig hólyak halaknak a kifacsarásával. Én építettem gyorsan ide még egy öncélú mellékhelyiséget, és ennek a közepére fogok tenni egy víztisztító berendezést. Előveszem a élőhelyépítőt. És a víztisztító berendezést, azt itt a beltéri daraboknál, a létránál találjátok nagyon logikusan. És itt látható a víztisztító berendezés. Szükséges hozzá 3 darab titán, egy részdrót, és aerogél, kérem szépen. Na, nézzük, hogy miből van az aerogél. Ez még ugye nekünk sincs. Most fogunk először ilyet csinálni ebben a videósorozatban. A játéknak ezen a pontján már biztos, hogy tudjátok, hogy miről van szó. Az aerogél, mint látható, magából a zselé növényből és a rubintból származik. Tehát, hogyha odakint az elültetett zselé növény kifejlődik szépen egészséges nagyra, és szedtek le belőle egy darabot, majd hozzáadtok rubint, amit már szintén ebben a videósorozatban láthattatok, hogy hol lehet rubintot találni, akkor a zselénövény és a rubint hozzáállásával készül az aerogél. Amíg viszont a növényünk odakint kifejlődik, mert ugye várni kell egy picit rá, amíg kifejlődik, addig, már remélem, hogy voltatok és kifosztottátok az Aurora belsejét, akkor leszkenneltétek az ételautomatát, most ételautomatát fogunk ide csinálni. Hiszen ha már ebben a helyiségben lesz víztisztító berendezés, akkor itt legyen egy ételautomata is, amit a bejárathoz teszünk egyet. Az ételautomatát, azt az egyebeknél találjátok. Így van. Amihez egy darab üvegre van szükségetek, és 2 darab titára. Na, hozok egy üveget. Ha meg nincs, akkor csinálunk, már pedig valószínűleg nincs kvarc. Nincs üvegünk, így van, kvarc. 2 kvarcból csinálunk üveget. Nagyszerű. És akkor jött az ételautomata. Tehát üveg és 2 titán hozzáadásával itt az ételautomata. Na, így néz ki. Hát főleg ilyen snackeket tudunk belőle kapni. És igen, tudtok belőle kapni, tehát ez nem pénzes automata, mivel hogy pénzünk nincs, nem tudnánk használni, de egész egyszer ide jöttök rá, hogy használ, beütjük a kódot, mit tudom én, 9746, ez csak vicc, használjuk. Még egyszer. Végtelen. Ez egy olyan automata, hogy végtelen, újra se kell tölteni. És így megy látható a chips. És természetesen nem sok élelmiszert, vagy nem sok ételt ad, így kvázilag. Csak 3-at, 1 chips. Körülbelül ennyit érnek ezek a chipsek. Úgyhogy mindenkinek tudom ajánlani, és mindenkinek tudom ajánlani, hogy ezeket a chipseket felejtsétek el. Nincs tápértékük, semmi. Tehát nézzétek meg, 3 tápértéke van ebben a játékban is a chipsnek. Ez a valóságban is így van, semmi hasznuk. De a leghaszontalanabb élelmiszerek egyike. De azért most már kivettük, akkor megesszük őket. Semmit nem ér, ugyanúgy éhesek vagyunk. Úgyhogy ezt csak úgy praktikusság szempontjából megmutattam, hogy ilyen is van, de... Ja, és a későbbiekben, hogyha lementek arra a bázisra, amit a végigjátszásban már láthattatok, ahol az a rettenetes szörnyeteg, az a polip-szerű pók, vagy miatt, azt gondolom, az a többlábú pók, az a hatalmas nagyfejű buzerátor, őrzi azt a bázist. Na, ott a mélytengeri bázisnál ott lehet egyébként kávéautomatát is szkennelni, és azt is ide el lehet helyezni, de kb. Ugyanígy ér, mint az ételautomata, szinte semmit. Na. Viszont marra szomjasak vagyunk ettől a chipstől, tehát ennyi haszna volt a chipsnek, hogy rohadtul szomjasak vagyunk, úgyhogy megyünk magunkhoz egy kis vizet. Gyorsan ígyunk sokat erre a haszontalan chipsre. Vital signs stabilizing. Na, és ennyi idő gyakorlatilag elég is volt arra, mint látható, gyönyörűen kifejlődtek
a zselé növényeink, hát nekünk most egy darab kell belőle. Így vissza is megyünk. És a fabrikátorral egy zselé növény és egy rubit hozzáadásával készül az aerogél. Nagyszerű, hát ez is megvan. Nincs más dolgunk, mint az élőhely építővel elkészítjük a víztisztító berendezést. Én már itt látható a létra beltéri daraboknál található. Három titán részrót aerogél. Hát hova rakjuk? Szinte mindegy, legyen ott. Ja, hölgyeim és uraim. És mit látható, ez már tökéletesen elkezdte a vizet tisztítani. Na és akkor addig, amíg a víztisztító berendezés elkészít nekünk egy adag vizecskét, addig még megcsinálunk egy dolgot, ami szerintem még azért fontos és hasznos is lehet akár a későbbiekben. Hogyha ti elkészítettétek eddig ezt a könnyű, nagy kapacitású tartályt, és nektek ez esetlegesen nem elég, hanem ennél is modernebb, a legmodernebb, azaz a rendkívül nagy kapacitású oxigén tartályra van szükségetek, akkor elmondom, hogy azt is érdemes lenne most már megcsinálni. Én le is veszem ezt a könnyű, nagy kapacitású tartályt, és be is rakom a tárolóba, erre már nincs szükségünk. Ugyanis a rendkívül nagy kapacitású tartályhoz alapból egy nagy kapacitású tartályra van szükségünk, de nem könnyűre. Tehát magyarul újra kell kezdenünk az egész műveletet a fabrikátorral, tehát először is a személyesbe megyünk, felszerelés, és csinálunk el kapásból egy alap szabványos oxigén tartályt, egy 75-ös tartályt, ha úgy tetszik, ami három titán hozzáadásából készül. Szuper, ezt föl is vette, ezt levesszük, már most nem kell. Ismét fabrikátor, személyes felszerelés, és csinálunk egy nagy kapacitású oxigén tartályt, amivel ugye a levetett szabványos oxigén tartályra van szükség, kettő üveg, négy titán és egy ezüstérc. Nagyszerű, ezt is levesszük, és ezt már oda tudjuk vinni a módosító állomáshoz, abban az esetben, hogyha magatokhoz vetetek még négy darab lítiumot, mert az is kell hozzá, mert akkor a módosító állomás az oxigén tartály fejlesztésénél a rendkívül nagy kapacitású tartályt elő tudja nektek állítani, és ezáltal extra oxigén kapacitáshoz juthattok. Nézzük, hova megy föl. 135, 100, 200, 225 másodpercig tudtok most már a víz alatt tartózkodni. Ez a maximum ebben a játékban, ami lehetséges. Én szerintem érdemes inkább ezt használni, mint a könnyű 135-ös tartályt. A 225-ös tartály az szerintem sokkal hatékonyabb. Ja. Na hát akkor itt az ideje, és ránézünk a víz tisztító berendezésünkre. Mind a kettőre, mert most már kettő darabot építettem, plusz van már fönt a tetőn még egy napelem, hogy legyen elég energiánk. Úgyhogy, mert a bioreaktoron tudtam már kitermelni, úgyhogy megnézzük, hogy a víz tisztító berendezéseink hogy dolgoztak. Aha, van már ez meg az. Nézzük meg össze a bal oldalon, de látható. Tudom, azért vagyok itt. Szóval eleinte a vízszűrő berendezésünk több sót dolgoz fel és kevesebb vizet, de az majd átfordul idővel, ahogy szűri a vizet. Remélhetőleg. Most el tudunk venni, ha jól látom, sólerakódást. Ezt elvesszük. És készített nekünk nagy üveg szűrt vizet, ami 50 pluszt ad hozzá a szomjúságunkhoz. Azaz 50-nel kevésbé leszünk szomjúsak. Ez 4 deciliter tiszta víz. Az jó ez a gép. Én azt hittem, hogy ez nem lesz ennyire hatékony. De akkor ez tök jó. És 93%-on áll a víz, 5%-on a só. Na mindjárt elkészül a következő, addig átnegyüszünk ide is. És itt is van már. Itt is van egy só, és ott a víz. Ugyanannyi. Na megnézzük, ugye most elég szomjasak vagyunk, 18%-on áll a szomjúságunk, elfogyasztunk akkor. Hát gyakorlatilag ez könnyű összeadni, ez 117-nek kell lennie. Ha föl tudna menni 117-re, valószínűleg csak 100 lesz, hogyha elfogyasszuk. Igen. Tehát kettő üveg ilyen víz, amit ez a gép előállít, az gyakorlatilag fullra föltolja a
szomjúságunkat, tehát... Vagyis hát leveszi a szomjúságunkat, szóval értitek? Hát ez nagyon menő. És négy hely van, mint ahogy láttátok, négy hely van, amit a víztisztító berendezés meg tud csinálni, és mindjárt kész lesz a következő is. Szűrés folyamatban, ott a víz. És már palackozza is. Kész a Szent Király ásványvíz gyakorlatilag. Hát ez óriási. Be is gyűjtjük. Na hát gyakorlatilag a két ilyen üveg, az elég hatékony tud lenni. Úgyhogy ez a két gép, ez mindenképp szükséges, én azt gondolom. Egy bázison belül. Na, hát ez klassz. Ilyet csináljátok ti is mindenképpen, nagyon megéri. És ráadásul sót is állít elő, amivel ugye továbbra is koralcső mintából tudtok saját magatoknak előállítani szűrt vizet. Úgyhogy klassz. Ez klassz. És nem szűrt vizet, fertőtlenített vizet. Szóval értitek? Szóval vizet, iható vizet. Na, akkor hölgyek és urak. Itt kimegyünk búcsúzásképpen. Itt körülnézünk, így néz ki tehát a bázisunk. Ott a két nap kollektoros elem. Két nap kollektor. Milyen elem? Nap kollektor, bedd meg. Hát én ennyit építettem ki a bázisból. Nekem ennyi bőven elég volt a megélhetéshez. Hátul szépen ott a gravicsapda is dolgozik. Megnőttek a zselénövényeim, nagyon szépen néznek ki. Úgyhogy az ültető is működik, megnézzük a belső ültetőt is. A csikóhal ott szépen el lesz. Köszi szépen a segítséget, csikóhal. A tutorial videóban itt aktívan tevékenykedik a bioreaktor. És mit látható szépen? Megérett a márványdínje is. Elszünk egyet, nem? Ha már itt vagyunk, együnk egy márványdínyét, az sose baj. Nyami-nyami. És a márványdínje az egyébként hozzá a szomjúság érzetünk elmúlásához is, úgyhogy a márványdínje hasznos növény. És időközben pedig tettem ide ki egy kis ablakot. Ezt a egyszemélyes ágyat, a kicsinyített aurórát, amit ide elhelyeztem, meg ezt a pósztert pedig az auróra roncsainak belsejéből tudjátok összeszedni, hogyha jártok arra. És ezekkel a képekkel szeretnék búcsúzni a Subnautica tutorial videósorozattól. Remélem, hogy tetszett nektek. Nekem nagyon. Még mindig fantasztikusan jó ez a játék, úgyhogy semmiképpen se hagyjátok ki szerintem. Mindenképpen megéri az árát, mindenképpen érdemes beszerezni. És ha még esetleg nem láttátok a sztori végigjátszásomat, tehát a teljes magyar végigjátszást a Subnautikából, mindenképpen kattintsatok rá, mindjárt meg is osztom itt a videó végén kattintható link formájában is, hiszen abból is elég sok, abból, főleg a sztori szempontjából elég sok érdekességet találhattok adott esetben. Ez volt tehát a tutorial videósorozat, köszönöm szépen mindenki, akik velünk tartott, szerezzétek be, hogyha tetszett nektek a videó, és mindenképpen játszatok vele, és persze, hogyha tetszett, akkor nyomjátok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára. És nyugodtan írjatok hozzászólást is ezzel kapcsolatban, hogy esetleg későbbiekben folytassuk-e ezt a Subnautikát valamilyen formában vagy sem. Mennyire tetszett nektek, mit tudtok esetleg tippet adni azon kívül, amit láthattatok. Én főleg az, nem tértem ki valóban mindenre, de én azt gondolom, hogy az alapvető dolgokat megemlítettem. Szerintem, amire valóban szükséges, hogy a későbbiekben akár végig is tudjátok játszani ezt a játékot. Én ebbe bízok. Én nagyon élveztem ezt a második részben végigjátszás jellegű dolgot, úgyhogy én még biztos fogom folytatni ezt a játékot a későbbiekben is. Nem fogom elfelejteni a Subnautikát. És ti se felejtsétek el, és még egyszer mondom, szerintem szerezzétek be a játékot. Ha még már megvan nektek, akkor kellemes időtöltést és kellemes úszkálást kívánok nektek a 45-46B nevű óceánbolygó csodálatos úszómedencéjében. Kellemes túlélést kívánok nektek, sikeres túlélést ezen a bolygón, és a oxigénpalack legyen veletek, ha mondhatom ezt így zárásképpen. Köszi a figyelmet, sziasztok!